Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Szabó Gabi Micit, újságíró, műsorvezető, és Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvívője az első vendégeim. Szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok. Hú, na, Mici, Gabi vagy Mici? Mici, legyen Mici. Mici. Természetesen fellátogattam a honlapodra, hogy most akkor tegeződünk itt azon, hiszem. Azt olvastam, az én olimpiám egy könyv megírása, Monteverest. Miért? Én azt gondolom, hogy egy újságíró életében, hogyha eltölt néhány évtizedet a szakmában, találkozik nagyon-nagyon izgalmas interjúalanyokkal, akkor egyszer csak megfogalmazódik benne, hogy valahogy ezt úgy szeretném megörökíteni, szeretném itt hagyni, és hogyha olyan különleges emberekkel találkozhatom, mint például Sipos Jenő, akinek az életébe látva, a szakmájába látva, rájövök arra, hogy valami egészen egyedi az, amit ő és ebben a szakmában dolgozó kollégák csinálnak, akkor megfogalmazódik az emberbe, hiszen újságíróból van, és a kíváncsiság folyamatosan hajtja, hogy ezt meg kellene a jövőnek is hagyni. Nem csak egy interjúban, nem csak egy televíziós beszélgetésben, vagy rádiós beszélgetésben, hanem egy ilyen kézzelfogható könyvben. Én régi módi vagyok, és mindehhez még van egy kis diszlexiám is. Tehát a Monteverest az azért volt gyakorlatilag egyfajta példa ehhez, mert akinek van egy ilyen hátrányos helyzete, az azt gondolom, hogy belevágni egy könyvbe, egy könyvírásba, ezt végigvinni, és mindezt 4 hónap alatt összehozni, ez egy hatalmas feladat, de a lelkesedés az mindenen keresztül viszi az embert, és azt gondolom, hogy ehhez a hit az még egy nagyon-nagyon erős szempont, hogy én hittem abban, hogy ez egy nagyon érdekes könyv lesz, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz az olvasók számára is. És azt hiszem, most már akkor elmondom a könyv címét a nézőknek, Szóvívők, és aztán Szóvívők újra töltve. Ugye, na, sok mindenről fogunk most beszélni, talán legyen az első Jenőhöz intézve is a kérdést. A személyes kapcsolat, vagy az ismerettségetek ennek a könyvnek a kapcsán indult el? Nem, előbb. Egy műsorba hívott meg Mici engem beszélgetni, fociról, magánéletről, és akkor említette, hogy úgy gondolja, hogy érdemes lenne a Szóvívőkről egy könyvet írni. Én megmondom őszintén, hogy szkeptikus voltam az első időszakban, hát ezt sokan mondták már, hogy könyvet írnak, aztán nem lett belőle semmi, de olyan kitartó, rámenős, erőszakos volt, folyamatosan zaklatott ezzel a témával, hogy kénytelen voltam leülni vele beszélgetni, és akkor beszélgettünk, és ugye mivel én most jelenleg ugye a futball körül dolgozom, ezért kitalálta, hogy legyen egy nemzeti 11, tehát 11 szóvivőről szól ez az első kötet, akik igazából a 90-es évek, 2000-es évek közepén, elején kezdték ezt a szóvivői szakmát, akkor még nem nagyon volt előzmény, ennek ritka volt a cégeknél, intézményeknél a szóvivő, és hát ezek közül válogatott a Mici. Ő azt mondta, hogy azokat kereste meg, akik beégtek. Uh-huh. Értse mindenki, hogy akarja, akik beégtek. Ezt majd ő elmagyarázza. Igen, beégtek, tehát valamiért ugye nyilván megragadtak az emberek fejébe. Gondolom erre gondolt Mici, vagy erre is gondolt, de az, hogy az a kérdés, amit gondolom már sokan feltettek, hogy miért pont a szóvívők, és miért érdekesek ők? Erre mi a válasz? Hát egyrészt soha, tehát én amikor a rádió műsoromba készültem a szóvívő showmra először, ez úszkó egy 6 évvel ezelőtt volt, amikor én meghívtam Sipos Jenőt, és elkezdtem felkészülni a műsorban a szóvívők munkájáról, a szóvívők életéről, belőle, nagyon-nagyon kevés információt találtam. Tehát rájöttem, hogy gyakorlatilag ez nincs kiaknázva, erről senki nem írt. Soha senki nem ment utána, hogy például Magyarországon, hogy hogyan is volt a szóvívő történelem, kik voltak az elsők, kik voltak azok az arcok, akik tényleg a mai napig is, hogyha azt mondjuk, hogy mondjál egy szóvívőt, akkor az elmúlt 30 évből valaki tudna mondani 2 is. És az egészen biztos, hogy Sipos Jenő, mint VPOP szóvívő, az egyenruhájával, vagy éppen nem egyenruhába, de az biztos, hogy beégett mindenkinek a neve, az arca. Na most ebbe a kutatásba kezdtem én, és rájöttem, hogy egy valami olyan fogtam, amit még előttem soha senki nem írt meg. Jelenek közben az arcát, az arckifejezését nézem, és amikor az előbb az volt a kérdés, hogy miért pont a szóvívők, akkor neki is fel akartam tenni azt a kérdést, hogy mikor szkeptikus volt a könyvvel kapcsolatban, azért is, mert hogy
azt gondolod, hogy nem elég érdekesek a szóvívők? Vagy miért kell könyvet írni egyáltalán a szóvívőkről? Igen, tulajdonképpen ez is fölmerült bennem, hogy miért kell könyvet írni. A másik dolog meg az, hogy valóban az is igaz, hogy mi általában megjelentünk a hírműsorokban, esetleg magazinműsorokban, beszélgettünk a szakmáról, a munkáról, én elsősorban mondjuk a kábítószer felderítésről, vagy a határon történt egyéb cselekményekről, de senki nem volt kíváncsi a háttérre, hogy egyáltalán hol születtem, milyen családi körülmények között éltem, hol jártam iskolába, vagy hogy alakult az életem. És a Mici volt az első, aki leültetett, és elkezdett meséltetni, beszéltetni. Ez is úgy, hogy megfogott engem is, hogy végre kinyílhatok egy kicsit, elmondhatom valakinek a gyerekkoromat, a sporthoz való kötődésemet, vagy a zenéhez való kötődésemet, és akkor így kialakult egy hosszas beszélgetés. Ugye ő azt mondja nekem, hogy én voltam a gondolat ébresztő ebben, mint első vendég, és utána kerestem az összes többi szóvivőt, ami számomra nagyon megtisztelő. És amikor elkészült a kötet, akkor azt mondtam, hogy gratulálok, mert hatalmas munka van benne, és hát a könyv azért egy szűkített változat annak, amiről beszéltünk, mert volt olyan rész, amit aztán én is átgondolt, ez talán mégse jelenje meg ebbe a könyvbe, mert ő lelkesen leírt mindent és meg akart jelentetni, de aztán nem voltak olyan dolgok, de nagyon becsülöm és elismerem a kitartását, a rámenőségét, azt a fajta hát kötődését, hogy nem engedte el a témát. Tehát amikor azt mondtam, hogy most nem érek rá majd legközelebb, akkor mondta, hogy nem, holnap ekkor és ekkor beszélni fogunk, és tényleg úgy ragaszkodott a témához, és ugye gondolom a többiekkel is hasonló módon bánt el, úgyhogy senki nem mert a végén már nemet mondani, és örömmel van benne ebbe a könyvben. Nagyon fontos ehhez, hogy az, hogy miből áll a szóvivő munkája, a szóvivő élete, gyakorlatilag annyira egyszerűnek tűnik ez kívülről. Tehát nekem ez is nagyon fontos volt, és azért mentem utána az életüknek, hogy abból aztán kiderüljön, hogy kerül valaki erre a nagyon izgalmas pályára, és ott hogyan tud ilyen kitartóan munkát végezni. Jenő egyébként Guinness rekorder, tehát őt még nem jelöltem még a Guinness rekordra, de majd ez is majd megtörténik. Szóval, hogy rekorder, mert hogy ő a legrégebben Magyarországon az, aki folyamatosan szóvivői munkát végez. Úgyhogy szerintem egyedülálló. 1994-ben kezdődött ez a sztori. Hány éve? És ki se számolom, olyan régen volt. És az első voltam. Hát, akkor meg különösen nem emlékezhetsz egyszerre az időszakra. És az az első ilyen televíziós megjelenés. Ilyen mélyvíz szisztémában, mert az elődöm az egy baleset miatt kiesett a munkából, és az akkori vezetők, a Vám és pénzügyesség vezetői bedobtak a mélyvízbe, azt mondták, hogy akkor mostantól te vagy a szóvivő, vedd át a feladatokat, és fiatalként úgy érdekes, izgalmas volt, persze nem új világ volt azért számomra, és dacára annak, hogy végeztem sportújságíróiskolát, de azért akkoriban egy televízió volt Magyarországon, ugye akkor csak a Magyar Televízió működött, és mindenki azt nézte, mindenki onnan tájékozódott, voltak izgalmas műsorok, bűnügyi magazinok, és ott hetente föltűnt az ember, és egy idő után persze már úgy ismertek országos szinten is, és így kezdődött tulajdonképpen az én karrierem. Gondolom, hogy a könyvből is ki fog derülni, és nem is akarom lelőni a benne lévőket, de az, hogy Micit, a rengeteg szóvívővel beszélgettél, van egy általános, mondjuk egy mondat, vagy két mondat, hogy mi jellemzi a szóvívőket, mi az eszenciája ennek a szakmának? Hát elképesztő kitartás, elképesztő hit abban, amit csinálnak. És tulajdonképpen én azt szoktam mondani így viccesen, hogy ezek az urak, mind a két könyvben, 11-11 úr van a két szóvivő kötetben, kicsit mazohistának kell lenni, mert ezt a 0-24 órás szolgálatot évtizedeken keresztül akár végezni, és szeretni ezt a pályát akkor is, hogyha ostorozzák őket az újságírók. Ehhez rengeteg türelem, és egy elképesztő energia és teherbírás kell. Nagyon kevesen képesek erre. Tehát nem szabadna csak úgy valakire ráragasztani azt a szót, hogy szóvivő, vagy ezt a pozíciót, mert ez egy sokkal mélyebb feladat és hely, illetve egy olyan pozíció, amit nagyon kevesen tudnak szerintem ma Magyarországon jól csinálni. Igen, mert hogy én is gondolkodtam rajta,
És a honlapot, ahogy böngésztem, ott ugye több szóvívőtől is van idézet arra nézve. Mindenkitől. Hogy mi is. Tehát hogy egy-egy szóvívő mit mond arra, hogy miben áll a szóvívőség lényege. Jenő szerint miben áll? Hát csatlakozom, tehát kitartás. Itt nagyon sok nehézséggel találkozik az ember a hétköznapok során. Valóban a végeredménye az, amikor megjelenik a tévében, rádióban, újságban, és elmondja azt a hivatalos szöveget, vagy nem elég hivatalos szöveget, de emellett rengeteg munka van. Amikor a Vámis pénzügyőrségnél megalakult a sajtóosztály, és élettem az osztály vezetője is, és szóvivő is, akkor az volt az új kihívás, hogy általában a helyszínekre mentünk. Tehát, hogyha nekem vasárnap délután 3-kor szóltak, hogy Hegyeshalomba éppen kábítószer felderítés van, akkor beültem az autóba, mentem Hegyeshalomba, és ha lehetőség volt, akkor helyszínről már adtunk egy rövid sajtótájékoztatót, vagy tájékoztatást, és a média is igényelte azt, hogy legyen gyors, hiteles információ. És ezt bevezettük, de hát ez nagyon sok kollégámnak az együttműködésére volt szükség, a támogatására volt szükség. Ugye azért első körben egy ilyen ügyekben nem lehet mindent elmondani a szóvivőnek, hiszen ez mondjuk a nyomozás érdekeit is veszélyezteti, meg egyéb veszélyei is vannak, de azért a hír fontos volt. Számunkra is fontos volt, és a közvélemény számára is fontos volt, hogy gyorsan tájékoztatást kapjanak. Nagyon érdekes, és azért nem kérdezek csak már a szóvivőségről többet, hiszen minden benne van, azt hiszem, hogy a könyvekben, a szóvivők első változatában, és a szóvivők újra töltve című kötetben, és ez pedig itt van nálam, ezt láthatják most a nézők. És egyébként ebben nem merül ki ez a téma, hogy megírtad ezt a két könyvet, vagy két kötetet, hiszen van roadshow, talkshow, jártátok az országot, járjátok talán az országot ezzel a témával, különböző szóvivőkkel, vagy csak Jenővel? Nem, hanem természetesen. Amikor vannak helyszínek, ahol kifejezetten kérik, hogy kit vigyek magammal. Nyilván Jenő nagyon-nagyon ismert a magyar foci miatt, mindenki számára az országban, bárhova megyünk, tehát elképesztő, hogy milyen érdeklődés van a könyv iránt, illetve irántunk, illetve a munkája iránt, mert nyilván ez róla szól, én csak vezetem a talkshow-kat, és nagyon örülök annak, hogy a könyvet hozzá tudjuk tenni. És az is nagyon izgalmas, hogy ugye ebből hogyan következett aztán a harmadik könyv, a műsorvezetők, amit azért meg kell említenem, hiszen kötődik is ehhez a televízióhoz, hiszen az egyik szereplőm Mohai Gábor, aki ugye itt műsorvezető, és hát nagyon-nagyon régóta ismerhetik a nézők, a hangját, az ő abszolút fennkölt műsorvezetői stílusát, és hát nem mellesleg, ugye a családi vonal, egy nagyon érdekes családi vonalat sikerült felderítenem Sipos Jenő és Mohai Gábor között. Látásból ismerjük egymást. Ami benne van a könyvekben, tehát a Jenő oldaláról is megvilágít, hogy egy micsoda fantasztikus családi háttér van, ahol két ilyen nagyon erős személyiség ott van, a médiában dolgozik, sőt, hát zárójelben hozzátenném, Jenő fia is ugye médiában dolgozik. És akkor ott van a műsorvezető könyvben, ott van Mohai Gábor, aki egy fantasztikus életutat szintén elmesél. Na most ez, amikor így a roadshow-kon így az urakat így magammal viszem, és eljönnek velem, és elmegyünk egy helyszínre, most egyébként a könyvünnep kapcsán meghívást kaptunk vidéki helyszínre is, Sátoraljaújhelyre, ami szintén kötődés az urak számára. Megtisztelő, végtelenül jó érzés, hogy az emberek ennyire érdeklődnek, és én ezt úgy tekintem, hogy irántuk, hiszen az ő nevük, az ő arcuk abszolút az emberek tudatában ott van, és én meg hát nagyon jó velük beszélgetni 128-szor is. Ott különösen jó, ha van kötődés. Ugye voltunk közelmúltban Gyöngyösön, és ugye én ott gyerekeskedtem, ott jártam általános és középiskolába, és hát a Gábor is ott élt egy bizonyos ideig, néhány évet Gyöngyösön, és a közönség soraiba sokan voltak, akik 30-40 éve nem találkoztak a Gáborra, és örömmel vették, hogy végre egy élő műsorban beszélgetetnek vele, és különös izgalmas az a része, amikor a helyi történetek előjönnek, így az iskola, a barátok, az egyéb elfeledett dolgok tekintetében. Én szeretem ezeket a roadshow-kat egyébként, mert tényleg élő interaktív kapcsolat van. Ha úgy alakul, akkor a Mici megengedi még, hogy a nézők is kérdezzenek tőlünk, ha marad rá idő, nem mindig, és az a
az a kis huncutság benne, nyilván sok más huncutság is van benne, hogy ő ezt még egy régi felvételekkel is erősíti, ezt a roadshow, tehát bejátszásokról, amikor a kor divatjának megfelelően öltöztünk, ugye virágításinkbe és egyebekbe. És de mai... magában egy élmény. Nagyon szórakoztató. Igen, csak a jókat derülünk saját magunkon is, meg természetesen a közönség. Ők sosem tudják, hogy mi vár rájuk a talk show-n. Tehát ez mindig meglepetés számukra, hogy én milyen bejátszásokkal illusztrálom a beszélgetésünket. És nyilván így a közönség sem tudja, hogy mit teszünk még pluszban hozzá. Úgyhogy én nagyon sok szeretettel várlak benneteket is, a nézőket is, bármelyik talkshow-ra, mondom, most június 10-én éppen sátorolja új következő. A könyvünnep. Könyvünnep. Mindjárt elengedlek már benneteket. Még egy-egy kérdést engedjetek meg nekem előbb, Micihez, hogy... Ugye most az előbb már boncolgattuk a szóvívőség kérdését, hogy milyenek az eszenciája ennek a pályának. Szerinted az újságírásnak mi? És annak idején téged mi hívott erre a pályára, és miért ezt választottad? A részemről volt némi exhibicionista múlt, tehát a színészi pályáról elindulva a kamera vonzott. Én televíziós műsorvezetőként kezdtem, és az örök kíváncsiságom és az én dumálókám vitt gyakorlatilag a televíziózáshoz, és aztán nyilván az újságírás is azért alakult ki ebből, mert folyton kíváncsi vagyok, folyton szeretnék valami olyannak utána menni, aminek talán kevesen. Én nagyon szeretem a kutatás részét, és szerintem az örök kíváncsiságunk, az örök visszanyúlni a múltba, az mindig ad egy nagyon erős alapot, és én maradok is ilyen, már azt gondolom, hogy ezen sosem fogok változtatni, még akkor sem, hogyha ez nem mindig bulváros, ez nem mindig annyira címlapszagú. Tehát inkább valami értéket képvisel. Én nekem ez a fontos, igen, ez emellett kitartok. Egy rövid üzenetet fogalmaz meg kérlek azoknak, akik még most kezdik a pályájukat, vagy az elején tartanak az útjuknak. Higgyenek magukban, higgyenek abban, hogy bármit meg lehet csinálni, bármit össze lehet hozni, ha az ember nagyon-nagyon akarja, és magasra kell tenni a polcra azt, amit szeretnénk elérni, és a legképtelenebb dolgok is összejöhetnek, csak tessék csinálni kitartóan, mert az embernek ezt meghálálja a Jóisten, és meghálálja szerintem az élet és a körülmények, mert minden úgy fog alakulni, hogy az sikerüljön. Csak ebben kitartónak kell lenni, mert lehet, hogy 30 év múlva jelenik meg Jenőről az első könyv, és nem az első pillanatban, de ez egy megérdemelt, nagyon vaskos jutalom lehet az élettől. Köszönöm szépen. És ugyanez a kérdés Jenőhöz, a jövő szóvévői kapcsán. Mire figyeljenek ők? Hogyan álljanak ehhez a szakmához? Egyáltalán lesznek-e még a jövőben olyan kaliberű szóvévők, mint mondjuk akik eddig voltak? Én azért elmondanám, hogy reálisan mérjék fel a képességeiket. Tehát mindenki csak annyit vállaljon, amire a tehetsége, a képesség alapján képes. Hát azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb. Ne értékeljék túl magukat, és alá se értékeljék magukat. Ugye egy bizonyos szintig el lehet jutni, de az ember akkor élvezi igazán a munkáját, hogy örömét leli benne, és a visszajelzések is úgy ülnek, hogy örömet találunk benne. Én mindenkit bíztatok, hogy próbálja meg, csak legyen egy reális önkontroll saját magában, hogy tudom-e teljesíteni, vagy nem tudom teljesíteni. Sokkal jobb, ha magunkban látjuk meg azokat a képességből, hiányokat, vagy egyebeket, mint hogy a másoktól jönnek a visszajelzések. Ettől függetlenül mindenkit bíztatok arra, hogy ha úgy gondolja, hogy szóvőként akar dolgozni, akkor először a szakmát sajátítsa el, akit vagy amit képviselni akar, utána pedig az egyéni képességeket lehet javítani, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor nagy baj nem lehet. Én gyerekkoromban ugye mindenáron híres focista akartam lenni, állandóan a focipályán lógtam, édesapám nagy-nagy örömére, és hát ma pedig a magyar labdarúgást szolgálhatom, és nagy öröm. Szívesen dolgoztam a Vámis pénzügyőrségnél is, és most is örömmel dolgozom a labdarúgásért, a magyar labdarúgásért. Ezek a gondolataim ezzel kapcsolatban. És a további gondolatokkal pedig akkor találkozhatunk június 10-én, Sátor Arja Újhelyre. Igen, és illetve a többi helyszínen, kövessék a weboldalunkon, az egyéb felületeken, hogy merre járunk az országban, mert megyünk tovább, úgyhogy várunk mindenkit, szeretettel benneteket is. Szerintem mi ott leszünk. Köszönjük szépen, Szabó Gabi, Micihes Sipos Jenő volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Köszönjük.